Na hello mindenkinek, csütörtök van, úgyhogy a Fortnite kidobta a 8. heti challenge-eket is. Előre megmondom, nagyon könnyű challenge-ek, nincs semmi olyasmi, amitől félni kell, simán még egy noob is teljesíteni tudja ezeket a challenge-eket, de mielőtt neki kezdenénk, arra kérlek meg titeket, ha nem vagytok feliratkozva a csatornára, csapassátok szét azt a feliratkozás gombot, nagyon szépen köszönöm. Kezdjük is el, lássuk milyen challenge-eket hozott nekünk a Fortnite. Kezdem az ingyenes challenge-ekkel, az első challenge Apply Shields, második challenge Visit Different Clocks, és az utolsó challenge az ingyenesek közül Eliminate Opponents in Snobbish Horse or Mega Mall. A Battle Pass-es challenge-ek Deal Damage to Opponents with Assault Rifles, második challenge, ami ösztésből áll, és az összes landolásról szól, Land at Paradise Palms, Neo Tilted, Mega Mall, Pleasant Park, és az utolsó stage-be meg Junk Junction-be kell landolni, harmadik challenge, Use a Volcano Vent, Air Vent and a Zipline in a single match, és az utolsó challenge, Eliminations outside of named locations. Az első challenge Apply Shields, pontosabban 400 shieldset kell szereznünk összesen. Nem 400 mini shieldre gondolva, hanem 400 olyan shieldet, ami a neved felett van. Nem néz, nagyon egyszerű, és megoldható még akár egy Team Rumble meccsen is, csak persze, ha kapsz annyi shieldet. Mert Team Rumble-ben biztos fognak annyit sebezni, hogy meghaj, és akkor, ha van shielded, akkor felbusztolod magad újra, megint megölnek, megint felbusztolod magad, és így tovább. Ez persze csak ha sietsz a challenge-ek teljesítményeivel, ha nem sietsz, akkor bármelyik módban teljesíthető, stressz nélkül. Második challenge, Visit Different Clocks. 3 órát kell meglátogassunk, lehet, hogy már összefutathatok párral, de ha mégsem, akkor megmutatom pontosan, hogy hol található 3 óra mappen. Egy órát megtalálsz nagyon könnyen Happy Hamlet közepén. Egy nagy torony óra, nincsen, hogy ne vedd észre. Második óra úgy szintén egy torony órának lehet mondani, Neo Tiltedben, mutatom a térképen, hogy hol találod meg pontosan. És harmadik óra, ami kicsit nehezebb észrevenni, hisz nem egy torony óra, vagyis torony óra volt, csak le volt rombolva 50%-ban, és az óra a földre került. Junk Junction bejáratánál találod meg, pontosabban a bal felén. Harmadik challenge és az utolsó az ingyenesek közül, Eliminate Opponents in Snobbish Horse or Mega Mall. 7 ellenséget kell megöljünk, Snobbish Horse vagy Mega Mall területén. Ajánlom a Team Rumble-t, hisz több a valószínűsége, hogy kapsz is 7 ellenséget azokon a helyeken, és persze nagyon könnyen teljesíthető, ha még akkor is oda fog szűkülni. Térjünk a Battle Pass-es challenge-ekhez, az első challenge Deal Damage to Opponents with Assault Rifles. 500 damage-et kell okozzunk az ellenségeknek AR fegyverrel. Nem néz, és persze, hogy ez a challenge-hez is a Team Rumble-t ajánlom, mert egy meccs alatt teljesíthető nagyon könnyen. Második challenge, ami csak landolásról szól, és ennél a challenge-nél nem fog leállni magyarázkodni, hisz tök egyszerű, ahogy kiugrasz a buszból, landolsz a megadott helyre. Harmadik challenge, Use a Volcano Vent, Air Vent and a Zipline in a single match. És ez a challenge-hez van egy nagyon jó tippem, és ebben a tippel 10 másodpercen belül teljesíteni tudod ezt a challenge-et. Mutatom a videót, pontosabban én mit csináltam és hol. A fő, hogy a három dolgot, vagyis a Volcano Ventet, az Air Ventet, ami a drón tetején található, vagy Neo Tilted épületet tetején, csak az egy kicsit messze van ehhez a helyhez, meg a ziplined ugyanabban a meccsben kell használni. És az utolsó challenge, Eliminations outside of named locations. 5 ellenséget kell öljünk nem megnevezett helyeken. Vagyis nem Pleasant Park, nem Neo Tilted, nem Lonely Lodge, mindenhol ölhetünk, csak nem megnevezett helyeken. Kb. Ennyi lenne a 8. heti challenge-ekkel, nagyon szépen köszönöm, hogy végignézted ezt a videót, ha tetszett vagy úgy érzed, hogy segített, ne felejtsd lájkolni ezt a videót. Én Norbert voltam, és további szép napot kívánok mindenkinek.